Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott teljes, királyi és szent nép! Isten népe, ébresztő! Gyönyörű napot kívánok, Isten népe! Nagyon örülök, hogy velem is Isten ígével kezdhetjük együtt a napot. Uram, hálát adunk neked, és felmagasztaljuk a te nevedet. Köszönjük, hogy olyan nevet adott Jézusnak az Atya, ami minden név fölött való, amely névre meghajlik ma is minden betegség, szegénység, a halál. Köszönöm, Atyám, hogy ma is, Uram, kihirdethetjük Jézus nevét minden körülmény, kihívás, probléma felett, mert erre a névre ma is meghajlik minden probléma, betegség, vírus a Jézus nevében. Köszönöm, Atyám, kihirdetjük ezt a nevet, mert olyan nevet adott neki az Atya, amely név meghallik minden tér, és minden nyelv megvaj, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Istennek a dicsőségére. Köszönjük Atyám, hogy hatalmi pozícióban uralkodunk és kormányzunk, felültetünk mennyei helyekre, és innen nézünk minden kihívás mennyi perspektívából, nem hitetlenül, hanem Nézzünk a hitnek az elkezdőjére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra. Nem a problémákra fogunk fókuszálni ma sem, hanem a hitnek a fejedelmére, az elkezdőjére és bevégzőjére. Így fogjuk élni az életünket. A Jézus nevében. Amen. A mai rabszódi címe mindig felelősséget vállalva. Lukács 21.19 A ti béketűrésetek által nyeritek meg lelkeiteket. A fenti szavak Jézus szavai és ő elmondja, hogy mindig uralkodj magadon, amíg várakozol. Ez a győzelmi hozzáállás, amikor bízol az Úrba az ő képességeiben és erejében, ami benned van, és rajtad keresztül működik, semmi sem ráz meg. Talán hirtelen olyan híreket kaptál, hogy a háztartásodat, vagy a gyermekeidet, vagy egy szerettedet sürgősen Házas vagy gyermekeidet, vagy szeretteidet sürgősen korázba szállították, de iget idegeskedés helyett inkább vedd át az irányítást és uralkodj. Ne kezd idegesen járkálni a helyzettel kapcsolatban. Nyugodj meg és vedd át az irányítást. Soha ne esj pánikba, és ne borítson el a félelem, amikor szörnyű körülményekkel vagy ellenállással találod magad szemben. Őrizd meg a nyugalmadat, és használd a hatalmadat Krisztusban. Imádkozz nyugalomban, mert ő behozott minket a nyugodalmába. Ragad meg Isten igéjét. Tudd, hogy ki vagy, és milyen hatalmad van Krisztusban. Majd parancsolj, és uralkodj a helyzeten. A kihívások, amelyikkel szembenézel, csupán kenyerek számodra. Ők az ogródeszka dicsőség következő és magasabb szintjére. Ezért mondja a Biblia, teljes örömnek tartsátok, amikor különböző teszteken mentek keresztül. A 2 Korintus 4.17-18 úgy hívja a bizonytagságokat, amikkel szembenézel, hogy könnyű szenvedés. Átmeneti és rövid életű bajok, melyek igen-igen nagy örök dicsőséget szereznek nekünk. Nincs ezen a világon semmi, ami felborzolhatna, vagy felkavarhatna. Elmélkedj Jézus ezen szavain, amelyek a János 16.33-ban vannak az angol Amplified fordítás alapján. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy tökéletes békességetek és bizodalmatok legyen. Én bennem. A világban nyomorúságotok és megpróbáltatásaitok és szorongásotok és fusztrációtok van, de legyetek jókedvűek, legyetek bátrak, legyetek magabiztosak. Biztosak, rettenthetetlenek, mert legyőztem a világot, megfosztottam hatalmából hatalmától, hogy nácson ne nektek, és meghódítottam, értetek? Milyen dicsőség fordítás, tudod? Van egy ilyen angol kifejezés, hogy God is in control of everything. Isten irányít mindent. Tudod, az, ami a te jövőd már meg van írva, és nekünk egy győztes és sikeres jövő van elpecsételve. Azt mondja az ige, hogy minden a javukra játszik össze azoknak, akik Isten szeretik. Nem kell félned egy körülménytől vagy kihívástól, amivel szembe kerülsz, mert a javadra lesz. És ezt Isten igényen megígérte neked, mert a, a, me, a problémában már ott van a megoldás. Isten... A sötétségből hívta le a világosságot, a problémádban már benne foglaltatik a megoldás. A problémádban már benne van, az isteni fajta megoldás arra a problémára. Mint ahogy a sötétségből Isten előívta a világosságot, nem világosságot teremtett külön, hanem a sötétségből előhívta a világosságot. Így a te kudarcodból Isten, sikeredet fogja faragni. Minél, kud, minél nagyobb kudarcot élsz meg. Isten annál nagyobb sikert fog faragni, a te problémáidból, a te ö, látszólagos ö, kihívásaidból amiken most keresztül mész. A betegségből elő fogja hívni az egészséget. A kudarcból a sikert. Isten a legnagyobb kudarcból a legnagyobb sikert tudja faragni. Ez bebizonyította az igény keresztül nekünk. Amikor Dávid egy egyszerű pásztorfiúból király lett. Amikor Eszter eh, királynő, aki Perzgia és Média királynője lett, egy egyszerű szűzárva lányból hirtelen Eszter királynét faragott belőle az úr. Amikor eh, Józsefből, a rabszolga sorsból, aztán a börtön pozíciójából hirtelen Cafanat Panák, a második legnagyobb ember lett Egyiptomba, amikor Dánielből, a babiloni fogságban egyszerűen egyik leg, Babilon egyik legnagyobb tanácsosa, és. és és pozíciójájó emberévé tette Dánielt. Tudod, Isten hűséges, és Isten a kudarcból a sikert faragja. Amikor Mózes, akinek nehéz ajkú így írja az ige, valószínű dadoghatott, vagy beszédhibája lehetett, Isten Izrael szabadítóját csinálja, és, és kivezeti Izrael népét Egyiptomból. Tudod, a lehetetlen helyen Isten a lehetséges Isten. Végig bizonyítja a Biblia azt, hogy Isten a lehetetlen helyzetekből, a kudarcos ö, problémákból, a kudarcokból faragta az emberek sikerét. Tudod, ez egy csodálatos Isten, és ne ö, ne úgy gondolkozz róla, mint aki erőtlen, vagy hogy nem tudja megváltoztatni a te helyzetedet, amikor a Biblia számos példát ad arra, hogy a meddők szültek, a hallottak feltámadtak, a sügetfülek megnyíltak, Istennél nincs lehetetlen. Királyokat dönt, királyokat emel. Pozícióba tesz embereket, pozíciókból dönt le embereket. Embereket, halottakat támaszt, betegeket gyógyít. És ez, a, ez az Isten, nem csak a Biblia Istene, hanem ő ma is megnyilvánul a szemeink előtt, és ezt láthatjuk. A munkálkodó, cselekvő, magasságos isten megnyilvánulni itt a Földön. Úgyhogy ne érd be kevesebbel, legyen jó Isten képed, legyen az, akit leír a Biblia, az a valóság a számodra, az az Isten egy valóságos és cselekvő Isten. Mond utána a megvallást, felelősséget vállalok az életemért, és irányítom azt a körülményekkel együtt. Erős és bátor vagyok, és a nyugalom, fölényes helyzetéből tevékenykedem. Mert Isten elválasztott engem a világtól, és a hit és a győzelem életét adta. Nekem az igény keresztül. Győzedelmesen és diadalmasan élek. A betegségek, az infláció és a terror felett. Több vagyok, mint győztes. Mert nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki a világban van. Halleluja! Adjon neked ez reménységet, hát legyen jó Isten képe, hisz egy hatalmas Istennek a gyermekei vagyunk, uralkodunk és kormányzunk. Isten áldjon meg téged! Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő!